Ballagás, több ezer diák búcsúzott iskolájától. Olimpikonok Balatonlellén, Vári Edittel, Kucsera Gáborral és Ungvári Miklóssal találkozhattak az érdeklődők. Régió Fesztivál, 500 fellépő mutatkozott be a színpadon. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Barátságokkal, élményekkel és tapasztalatokkal is gazdagodtak a 4 év alatt, vallják a végzős diákok. Több ezer fiatal búcsúzott ma alma máterétől vármegyeszerte. Stábunk a Fonyódi Mátyás Király Gimnázium és a Balatonboglári Matthias János Technikum ballagásán faggatta a fiatalokat a jövőről. Rokonok, barátok, ismerősök várták a végzősöket a folyosókon a Fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban. Nem csak a diákoknak, a tanároknak is különleges alkalom minden ballagás. Minden évben ez a búcsúzkodás azért nem könnyű, mert azért 4 vagy 5 év alatt a gyerekekhez nagyon hozzánövünk. Most ugye számomra ez különösen azért is érzékeny dolog, mert az egyik osztály az még az én osztályom volt 9-ben, és ugye a helyettesség miatt el kellett akkor 9. évvégén köszönnöm tőlük, úgyhogy emiatt is most nekem ez egy picit másfajta ballagás, mint a többi. Fonyód 2 középiskolai intézményében csaknem 200-an végeznek most, mind a gimnáziumban, mind a szakképző intézményben évek óta több száz gyereket oktatnak, amelyre a város is méltán büszke. Mind a két intézményt, ha összevetjük, akkor közel 800-an járnak a két intézménybe, és tényleg mindig is büszkék voltunk arra, hogy Fonyód úgy lehetett egyszer járási székhely, hogy itt az oktatásban is fontos szerepet tölt be, és erre mindig is büszkék leszünk. Ez pedig már Balatonboglár városi sportcsarnoka. Itt rendezték meg a Matthias János Gimnázium és Technikum végzőseinek búcsúztatóját. A fiatalok az ünnepség kezdete előtt beszéltek híradónknak a bennük kavargó érzelmekről. A régi emlékek nyilván feljönnek a kirándulásokról, vagy akár a közös programokról, vagy amikor csak így délután összeültünk valahol. Igazából egy nagyon jó osztályközösség jött szerintem létre, úgyhogy hát egy kicsit nehéz elbúcsúzni mindenkitől, de majd úgyis találkozunk valamikor. A fiatalok azt is elárulták, izgulnak a közelgő érettségi miatt. Azt hiszem mindenkinek bemutatom azt, hogy elég izgulunk miatta, de reméljük, hogy a tanárainknak a felkészítő munkája által eléggé sikeresek leszünk, reméljük. Melyik a mumus? Hát ez mindenkinek különböző, a legtöbbeknél a matematika igazából, nálam a történelem speciál, de megpróbáljuk oda túlrendülni és sikeresen venni ezt az akadályt. A ballagók többsége a hivatalos búcsúztató után családja körében folytatta az ünneplést, a fiatalok aztán hétfőn reggel 9 órakor elsőként magyar nyelv és irodalom tárgyból adhatnak számot tudásukról az érettségin. Időben kell lecsapni a nyári diákmunkákra. Erre hívják fel a munkaadók és az iskola szövetkezetek a figyelmet. A legtöbb helyen már 15 éves kortól várják a dolgozni vágyó fiatalokat, aki azonban még nem múlt el 18 éves, annak szülői beleegyezésre is szüksége lesz ahhoz, hogy munkát vállaljon. A bérek eltérőek, de átlagosan 1700 forintos órabértől indulnak a fizetések a munkaköröktől függően. Hát a Balaton közelsége miatt népszerűek a vendéglátós munkák, szakácsokat, szakástanulókat, felszolgáló tanulókat nagyon nagy létszámmal tudunk foglalkoztatni. Természetesen a partnerek részéről ez nem mindig elvárás, hiszen megtanítják a legalapvető fogásokra őket, szállodai recepciós, kemping, beanimátorokat, tolmácsokat foglalkoztatunk, népszerűek az árufeltöltői pénztáros munkák, a gyorséttermi munkák, különböző büfékbe, strandcikk kereskedésekbe, tehát bárhova, ami a Balatonparton előfordulhat, de természetesen más Somogy megyei cégek és akár gyárak várják a diákok jelentkezését. Itt a nyári szabadságolások ideje alatt
tudnak értéket teremteni a diákok azzal, hogy a dolgozókat helyettesítik az ő nyári szabadságuk ideje alatt. Péntek reggel az egyéni futókkal kezdődött az idei Ultra Balaton futóverseny. Ezt követően rajthoz álltak a csapatok is, emellett bringával is körbe lehet tekerni a Balatont. A verseny útvonala több helyen keresztezi a főutakat, közutakat, ezeken a pontokon a KRESZ alapján kialakított forgalmi rend van érvényben. Ugyanakkor az autósok a verseny miatt legyenek a szokásosnál is óvatosabbak, figyelmesebbek, ha pedig megoldható, akkor engedékenyek a verseny útvonalát keresztező helyeken. Olimpikonok meséltek sportpályafutásukról, küzdelmeikről és sikereikről Balatonlellén a közéleti kávéház legutóbbi rendezvényén. Vári Edit gátfutó mellett Kucsera Gábor kajakozó és Ungvári Miklós cselgáncsozó volt a Balatonlelle Városért Közhasznú Egyesület programjának vendége a művelődési házban. Vári Edit gátfutó 2008 óta él Balatonlellén. A helyi általános iskolában tanít testnevelést, emellett a Boglári Nemzeti Kézilabda Akadémia diákjainak felkészítését is segíti. Pekingben képviselte hazánkat, de már előtte Athénra is készült. 2000-ben még Sydneybe a női vízilabda válogatottat készítettem, az ausztrálokat, nekik voltam a masszőrük, és akkor ők vittek is volna magukkal, mondtam, hogy én még szeretnék, mint sportoló is kijutni, akkor még csak álom volt. Athénban már volt realitása, egy tizeddel maradtam le az olimpiai szintről, és Pekingben pedig sikerült kijutnom a Milánói Európa kupán, sikerült győzelmemmel. Ungvári Miklós 2012-ben Londonban állhatott fel a dobogó második fokára. Mint Balatonlellé mesélte, crossmotoros vagy boxoló szeretett volna lenni, de édesanyja féltette ezektől. Így jött egy út, ami nem kevésbé veszélyes, vagy veszélytelen, és hát első illatra szerelem. Mint Ungvári Miklós mesélte, a sport küzdeni akarásra és kitartásra nevelte, de megtanulta a lemondást is. 9 testvérével nőtt fel, sosem unatkoztak. Az internet és a mobiltelefonok világa ma már más légkört teremt a fiataloknak, tette hozzá az olimpikon. Talán nehezebb is most a gyermekeknek gyereknek lenni, mint a mi időnkben, vagy amikor én nőttem be. Én azt gondolom, hogy fantasztikus gyermekkorom volt. Nekünk nem kellett megmutatni a fűben, hogy az a bogár és az a kis élőlény ott van. Az ott van most is, csak talán rá kell vezetni a gyerekeket, és ugyanez a sportban. Példaképek kellenek, legyen az egy Szilágyi Áron vívó, legyen az egy judós, legyen az egy birkózó, legyen az egy ökölvívó, vagy a bármelyik sport területén. Gyermekeknek azt mondom, hogy ez, és legyenek újabb és újabb olimpikonok és egészséges generáció. Kucsera Gábor kajakozó a kütyük világából szeretné kiragadni a gyerekeket a nekik szervezett nagyvázsonyi táborában. Igen, van egy kucsitanya nemzetű táborom, ahol egy ilyen kütyümentes táborban, és én pont a gyerekeknek ezt a régi gyerekkort szeretném egyébként visszaadni, azt, hogy egy kicsit kivonni a gyerekeket ebből a kütyű életből, internet világából, abból kivonni őket, az, hogy igazi értékeket tanuljanak, igazi közösségben legyenek, igazi barátokra lejjenek, ne a játékokon fantom névvel, XY az én legjobb barátom, hogy vele játszom, de sose láttam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ebben tudok egyébként így példát mutatni, mert próbálok ebben példát mutatni. Már nincs 100 nap a párizsi olimpiáig, de nem csak ez adta a legutóbbi Balatonlellei közéleti kávéház aktualitását. Mint azt a szervező Balatonlelle Városért Közhasznú Egyesület tagja, Felházi Miklós elmondta, programjaikkal és előadóikkal szeretnék segíteni és ösztönözni a helyieket. Olyan embereket hívunk meg, akik sikeresek valamiben. Ezt az üzenetet szeretnénk átadni a Balatonlellei lakosoknak, hogy mi kell ahhoz, hogy ők is sikeresebbek legyenek. A sportolók sikereket és kudarcokat egyaránt átéltek, tapasztalataikat pedig a mindennapokban is tudják kamatoztatni, hangzott el a Balatonlellei programon. A Balatonparton háromszoros az árkülönbség a legolcsóbb és a legdrágább települések újépítési projektjei között, amíg Balatonfüreden átlagosan 1,1 millió forint a négyzetméterenkénti ár, Balatonakaratján már átlagosan 3,2 millió forintért kínálják a fejlesztők az újépítésű lakások négyzetméterét, közölte az Otthon Centrum az MTI-vel.
Jellemzően az ingatlan vízparttól, illetve fővárostól való távolsága a két legmeghatározóbb tényező az árak alakulásában. A legnépszerűbb magyarországi nyaralóövezetben 65 projektben 2500 lakás épül, ezeknek nagyjából a fele érhető el jelenleg. Rendkívüli üzemanyagár változás jön szombaton, írja a holtankoljak.hu. A benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 4-4 forinttal csökken, így az aktuális átlagárakat figyelembe véve a hétvégétől olcsóbban tankolhatunk a hazai kutakon, amennyiben ez az árcsökkenés a kiskereskedelmi árakban is megjelenik. Ez azt jelenti, hogy a 95-ös benzin literjéért 631 forintot, amíg a gázolajért 618 forintot kell fizetni. 25 település, mintegy 500 fellépője adott színes műsort az első régiófesztiválon. A rendezvényen kulturális és művészeti csoportok mutatkoztak be. A települések külön standokon ismertették saját kincseiket. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program legfontosabb célja a térségfejlesztés és a közösségépítés. Népdalcsokrokat, sváb dalokat és nótákat is énekeltek a fűzvölgyi dalostársak az első régiófesztiválon. Ugyanakkor sokan érkeztek népdalokkal is. Voltak, akik három produkcióval is regisztráltak a rendezvényre. Nagyon-nagyon tetszik. Igazából egyrészt nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és nagyon tetszik, mert a sokszínűsége, és végre együtt lehetünk megint. És ez nagyon jó, nagyon köszönjük, hogy lehetünk. Táncosok is szép számmal mutatták meg tehetségüket a fesztiválon. A Baki Pántlika Néptánc Együttes ifjúsági csoportja is fellépett a találkozón. Csodálatos a környezet, és csodálatos, hogy mennyien jelentek itt meg, mennyi település mutatkozik be, és nagyon jó ez a kezdeményezés, hogy tényleg megismerhetjük egymás településeit, és az itteni emberekkel is talán találkozhatunk. A program nagyon jól lett összeállítva, és örülünk neki, hogy részesei lehetünk ennek a forgatagnak. A szervezők célja az volt, hogy mindenki megmutathassa a régió kulturális értékeit. A résztvevők külön standokon kínálhatták őstermelőik, művészeik portékáit, és bemutathatták jellegzetességeiket. Volt, aki gasztronómiai ínyenséget hozott, mások pedig kézműves termékeket. Ballagás, több ezer diák búcsúzott iskolájától. Olimpikonok Balatonlellén, Vári Edittel, Kucsera Gáborral és Ungvári Miklóssal találkozhattak az érdeklődők. Régió Fesztivál, 500 fellépő mutatkozott be a színpadon. Friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Ennyi fért mai híradónkba, én köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!